került kapcsolatba a magyar nótával? Szerintem, mint minden más fiatalabb énekesről elmondható, hogy a szülői házból hozta ezt a nótás kedvet. Nekem is édesapám nagyon szép hangú, és nagyon jó baráti társaságokban nótafaként közreműködött. Így nem volt csoda, hogy én gyerekként átéltem, amikor lakodalmakban, disznóvágásokon egy-egy nótázás örömét átélték, és ez elrakódott bennem. Elmúlt majd 20 év, amikor én is megengedhettem már magamnak, hogy a nagyobb gyerekek és a viszonylagos biztonságos státusz mellett hobbimnak is szenteljek néhány órácskát hetente, és ez a nóta éneklés. És a dolgos hétköznapok között mennyire volt erre idő, mivel foglalkozik? Elég kevés időm van rá, miután 3 szép gyerekem van, és egy polgármesteri hivatali állásom, de azért azt gondolom, hogy akinek a szívében él a magyar nóta, az megkeresi a helyét és az idejét, hogy találkozhasson vele. Különösen könnyű ez egy kisvárosban, ahol lakik. Így van, Hajdúnánáson is nagyon sokan szeretik a nótát, nagyon sok nyugdíjas klub van, és nótaklub is működik, ahol igazából elkezdtem ezt a nótaéneklési időszakomat. Mint már említettem, a szüleimmel együtt mentünk a nótaklubba. Később ők maradtak Hajdúnánáson, én viszont annak reményében, hogy tudom egy picit képezni koromnál és hangi adottságaimnál fogva magam, így elmentem a szomszédos településre, ahol énektanár képez azóta is folyamatosan, és gyakorlatilag így kerültem el Felső Zsolcánra is, ahol is lehetőséget kaptam közel egy évvel ezelőtt, hogy bemutatkozhatok, és azóta is tagja vagyok az itteni egyesületnek. És milyen eredményekkel büszkélkedhet? Én nagyon nagy eredménynek tartom, hogy együtt énekelhetek azokkal az énekesekkel a nótás négyesben, akik ennek a nóta műfajnak a mai szerintem egyik legjobb előadói. Nagyon sokat tanulok tőlük, illetve azokat a lehetőségeket át tudom élni velük, amelyek most a nótát és a nóta éneklést közelebb hozzák a közönséghez. Mit jelent önnek az éneklés? Egy nagyfokú felszabadultság érzését, ami azt gondolom, hogy minden emberben benne van. Ki él vele, ki nem, de jobb lenne, ha minél többen élnének vele, és legalább ezeket a lehetőségeket, amikor együtt énekelhetünk, velünk jönnének és kihasználnák. Oh,
miért szeretik az emberek a magyar nótát? Azt gondolom, hogy a nótaszerzők igyekeznek olyan népies alapokra helyezni ezeket a nótákat, a nóták dallamvilágát, illetve a nóta szövegeket, amelyek a mostani, mondjuk 50-en túli korosztálynak még élményeket jelentenek, és a fiatalkorukat jelentik, és igazából a boldogság érzése ebből adódik. Vannak a magyar nótának olyan dalai, amelyek a szomorúságról, az elmúlásról szólnak, de azt hiszem, hogy az életnek ez is természetes velejárója, hogy az ember búsul is, rossz kedve is van, de én azt gondolom, hogy nem hiába végződnek az előadók által előadott nótacsokrok csárdásokkal, azért, hogy ebből a letargiából, ebből a lelki borulátásból a kiutat megtalálják. Említette, hogy 3 gyermeke van. Van, aki folytassa ezt az irányt? Egyelőre nagy tagadásban vannak, azonban azt tapasztalom, hogy amikor én otthon éneklek a mosókonyhában, mert ugye valahol gyakorolni kell, akkor később visszahallom a gyerekeimtől, hogy ugyanazt a dallamot dúdolják tanulás közben. Tehát valahol ez az átadás, ez megtörténik. Én bízom benne, hogy hasonlóképpen, ahogy én gyerekkoromban édesapámtól ezt a dallamvilágot megszerettem, és most alkalmazom, az én gyerekeim is majd esetleg 20-30 év múlva nem fogják elfelejteni a magyar nótát. A férje a mai napig nem felejti el, hiszen ő mindig elkísér önt. Igen, ez egy szerencsés párosítás a mi életünkben, hiszen ő asztalosként ugyanúgy szereti azt a nótavilágot, mint ahogy én őt elkísérem az ő általa hobbiként szeretett főzőversenyekre és egyéb olyan rendezvényekre, ami az ő életében kellemes kikapcsolódást jelent. Bizonyára sokan megkérdezték már öntől, de most én is megteszem. Hogyan került kapcsolatba a magyar nótával? Hát nagyon régen történt, gyerekkoromban a családi környezetem, ahol éltem egy kis szabolcsi faluban, és az ott élő emberek, inkább először a népdal volt az, ami úgy megfogott, aztán később folyamán kerültem kapcsolatba a nótával. De olyannyira, hogy 20-21 évesen már sikerült egy akkor működő népdalkörben tevékenykednem, és mivel fogékony voltam a zenére, mert hangszeren is játszottam, meg játszok mai napig is, elkezdtem gyűjteni népdalakat, és vannak saját gyűjtési népdalai is, kincset érnek, és aztán ez átvezetett a nóta világába, mert nagyon sok közös ponton
találkozik a magyar nóta és a népdal, népi és műdalok. És aztán tovább itt sodort az élet, és egyre mélyebben kerültem kapcsolatba a nótával. Meséljen nekünk kicsit arról, hogy milyen hangszeren játszott és meddig, illetve hogy milyen népdalokat és hol gyűjtött. Hát a hangszerrel való találkozásom az 13 éves koromban történt. Kaptam a szülőmtől egy hegedűt, és a hegedű lett a fő hangszerem. A középiskola elkezdése párhuzamosan elvégeztem zenéiskolát. Aztán már a hangszer tanuláshoz idős voltam, és az akkori hegedű tanárom javaslatára véletlen folytán megkérdezte, hogy hogy éneklek, mondtam, hogy nem tudom. Hát énekelni, de szakember előtt még nem, és akkor elvitt egy magánénekes, és azt mondta, hogy nekem valahol itt kéne keresnem valamit, és így kerültem én a Nyíregyházi Tanárképző Főiskola könyvtárének szakára, és ott ugye lehetőséget kaptam, hogy zeneileg képzettebb legyek, illettem énektanár, és a népdalvaló kapcsolatomat, amit említettem a kezdetén, én ezt tovább vittem. Már a pedagógus munkámban is nagyon-nagyon sok olyan népdalelemeket építettem be, például a kórus munkában nagyon szívesen foglalkoztam a Kodály által összegyűjtött, Bartók által összegyűjtött népdalokkal és a többiekével is. És amikor főiskolás voltam, akkor lehetőség adott az élet, hogy idős embereket megénekeltessek. Sajnos nem voltak eszközeim hozzá, tehát nem tudtam rögzíteni, viszont leírtam. Leírtam, lekottáztam őket, és a mai napig is megvannak kincsetérő dolgok. És az a varázslatos világ, hogy a népdal tájegységünket például tud változni, de egy üzenetet hordozó és értéket álló dolog. És aztán felfedeztem a magyar nóta során, amikor elkezdtem vele foglalkozni, hogy bizonyos elemek be vannak épülve, és ezután is utána mentem. Szakmailag nem volt olyan nehéz, mert ugye bizonyos részeket tanultunk is, és aztán rájöttem arra, hogy igenis nagyon nagy rokoni kapcsolat van a népdal, a magyar nóta, és a 19. századnak a népi és műdalai között. És aztán így az élet is sodort ide-oda-oda, és aztán végül döntenem kellett, hogy most mit is fogok innen csinálni, és akkor írtam egy levelet a budapesti szórakoztatási központban, hogy én egy énektanár vagyok, vidéken tanítok, és hogy valaki hallgasson már meg, hogy mit is tudok. És akkor olyan zsűri tagok, mint a Vörös Sárik, a Sikolva, a Domai László, aztán még többen is voltak ott, és 1985-ben megkaptam a művész címet népzene kategóriába, és attól kezdve minden kis sikerrel, sikertelenséggel elindultam ezen a nem könnyű pályán, de tanítás közben párhuzamosan végeztem, és aztán kiléptem a szerzők köré is, és nótákat is írok, írogatok, jelent meg nótáim is, kollégák éneklik, de nekem nem ez a célom, nekem az a célom, az is volt a célom mindig, hogy egy olyan alátható szolgáltat adni ebben a műfajban, ami sajnos ma nagyon-nagyon kevés olyan lehet látni, tapasztalni. Yeah.
már csúgó törvényből, kedves közönség válogatni akar, akkor nem a rossz minőséget fogja válogatni. Ez egy olyan folyamatos, permanens munkát igényel, aki ebben részt vesz. Tehát tanulni kell, képezni kell, ezt nem lehet másképpen csinálni. Én nagyon-nagyon megfigyeltem, hogy a klasszikus énekesek rendszeresen órákat vesznek. A magyar nótások nem vesznek órát, mert ők tudnak énekelni. Na, ez nagy baj, és ez elindult a telejtőt. A média betörése pedig a kapcsolatrendszer, a pénz úgy hozták, hogy elment mellettünk. Nem tudom, hogy nem volt meg az a vezetői gárd, aki esetleg erősebben tudott volna küzdeni azért, de tapasztalom mai napig is, ellenmondásokat látok, hallok, hogy csak egy példa, egyik gyönyörű, nem általam, hanem a közönség által visszajelzett nótán megemlítik a szövegírót, a zeneszerzőt meg nem említik meg. Szóval személyeskedések nem tesz jót. Engem ez nem zavar, mert a nóta értékét nem az énemben fogja meghatározni, nem az a belső tartalom, amivel én felöltöztettem ezt az egészet. De valahogy míg a könnyű zené felépíti magát, például X-faktor meg a többiek, még a legrosszabb produkcióban is pénzt csinálnak. Oda ezek a legrosszabb tömegeket mozgatnak meg. Addig mi úgy csináljuk, hogy van egy település, kinevező, hogy én most csinálok egy nótaversenyt. Megcsinálja, és súlytalanná válik. Annak idején volt egy olyan nótaverseny, hogy Nyílik a rózsa. Országos volt, mindenki szólított, és olyan emberek kerültek ki, akik az évvonalban valók voltak. Ma ez már nincs meg, hanem van egy város, például Debrecen, 4-5 nóta klub működik, de minek? És nem ad minőséget. És amikor a közönség ez oda kerül, és amúgy van egy tévéműsorban egy olyan, most nem nevezem meg a műsort, hogy hol fut még csatornán, és ott szépen dekoratívan fölöltöztetik, hiába nincs minőség. Többeket vonz, pénz van mögötte, és a nótának ez árt. Nagyon árt. És az ön útja, hogy vezetett a pedagógiai pályától kezdve a művészi címig, utána pedig Felső Zsolcáig? Véletlenek játszottak. Közben ugye én azt hiszem kb. 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor átszakadt a 2001-ben átszakadt a gát Jádnál, a Fenoberekbe, és pont az RTL mutatta be, hogy mi történt, és akkor mondta a feleségemnek, hogy rendezni kéne egy hangversenyt, segítsük meg őket, és én felhívtam a talpai polgármestert. Véletlenül, hogy én szeretnék egy hangversenyt szervezni, ott is bement a víz. Na, és akkor hívtam nagy énekeseket, cigánzenekarokat, színészeket, az ügymelé álltak, nagyon színvonalas segélykoncertet néztek, és ott találkoztam én a Máté Otiliával. És a Máté Otiliának felvetettem, hogy jó lenne valamiféle szerveződés, mert baj van. És akkor mondta, hogy
Én gondoltam egy nagy múltú cigányzenésze a magyar családra, hogy annak a nevét fölveszük Debrecenbe, és mivel debreceni születésű. És ő meg azt mondta, hogy javasol egy másikat, Pesten működik egy Egressy Béni, és legyen a debreceni a fiók részeke. Oké, megcsináltuk. Itt én hibát követtem el. Nagy hibát követtem el, mert hozzájárultam ahhoz, hogy a palackból a szellemet kiengedtük. Nem tudtam, nem hittem el, hogy ha valaki szimpatizás, ha valaki szeret énekelni, egy társaságban, egy lakodalomban, vagy bármilyen összejövetelen, hogy ahhoz már következő lépcsőfokon művész akar lenni. Nem is volt visszajelzés, tehát hogy úgy vakon mentem be a dologba, és ez nem volt jó, ez ártott. Aztán próbáltam visszacsinálni a dolgokat, csúnya szóval mondva, nem sikerült, mert már akkor a deszka, meg a közönség, meg a smoking, az elvitte az illetőket, nagyon sok ember. És hogy jutottam el Felső Zsoltára? Tehát ugye a szakmában úgy ismerik a nevemet, és egyik alkalommal egy kolléganő szólt, hogy figyelj, Felső Zsoltán lesz valami rendezvény, eljönni, azt hiszem két év volt ez. Kaptam egyet, és akkor eljöttem, és megnéztem ezt a műsort, azt a műsort helyesebben, és utána csend lett. És valami formában valami telefon jött, hogy fog alakulni itt valamiféle szövetkezés, és nem vennék benne részt, meg. És pontosan ez másfél éve történt. Pestnek tartottam, amikor találkozni kellett volna még a régi polgármesterrel, meg a többiekkel, és nem tudtam eljönni. Aztán egy év megint maradt, aztán megint eljöttem egy rendezvényre, és valamilyen formában Sisk Andrással összejöttem. Ja, átadtam egy CD-t, meghallgatt, hogy fölhívott, és akkor egy ilyen kapcsolat keresés elindult valami formába, és akkor mondták, hogy nagyon számítanának a szakmai munkámra, jöjjek el. Nagyon szívesen eljöttem, de egyszerűen eljövök bármikor, és amit lehet, akkor segítek benne. Közben én már kitettem a lábamat a televízió felé, szerkesztettem a Duna Televíziónak. Tavasszal Hajdonánáson egy nagyszabású négy adás műsort, Kálai Bori volt a meghívott vendég. Én több műsort szerkesztettem, rendeztem, tehát voltak már gyakorlataim, és akkor azt mondtam, hogy hát miért ne hozzám ide azt a tudást, ingyen és bérmentve, nagyon szívesen segítek, mert egy dolog van a Magyar Róta, és így kerültem én Felső Zsoltára. De segítek még Hajdúböszörvénybe, Hajdonánáson, meg ahol fölkérnek, szólnak, megyek és csinálom a dolgomat. Yeah.